Menj el, atyám! Hálát adok az egészséges pihenésért, amelyel megajándékoztál. Újra ébredt lelkem legyen egészen a tiéd. Ezen a napon úgy akarok járni kelni, mint te. Mindenütt jót akarok cselekedni. Minden embert, aki csak találkozik velem, úgy fogadok, mint akit te küldtél hozzám. Ő a testvért lássa bennem, az én szavaimban is tekintetemből pedig a Krisztusi szeretet sugározzék rá. Senki se távozik tőle anélkül, hogy legalább egy jó szót ne kapott volna. Az, hogy magamat elfelejtsem, és bele tudjam élni magam mások helyzetébe. Az, hogy soha se veszítsem el önuralmamat, és ne legyek barátságtalan vagy sértő. Az meg, hogy mindig megnyerő módorú legyek és éljen bennem szikrányi humor, hiszen erre olyan nagy szükség van a szomorú világban. Végül ott meg, hogy mindenkit legalább egy parányit vezesse közelebb szent fiathoz a szüzanya által. Amen. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Köszöntöm szeretettel az Apostol TV kedves nézőit! és az apostol műsor kedves nézőit, és mindazokat, akik így vagy úgy majd találkoznak ezzel a beszélgetéssel. A mai beszélgető műsorunk ismét az öröm, az öröm híreink, az örömeink körül forog. Szoktam idézni a testvéretnek bevezetésben szentírási helyeket. Kérem, hogy senki ne vegye ezt rossz néven, hogy mindig vissza-vissza ismételem ezeket. Nekem is szükségem van elmélyíteni ezeket a gondolatokat, és gondolom mindannyiunknak, akik beszélgetünk itt ebben a műsorban, jót tesz újra és újra szembesülni ezekkel az üzenetekkel, örömhír üzenetekkel. Szent Lukács evangélium a 21. fejezetében hangzik el egy mondat, amit ö, gyakran idézek. Tekintsetek föl, és emeljétek föl fejeteket, elérkezett megváltástok. Így kiragadva a szövegkörnyezetből, még azt sem hozzáfűz, vagy kimondta kinek, önmagában ez a mondat így is nagyon örömteli. Örömteli meghívás, felszólítás, tekintsetek föl és emeljétek föl a fejeteket. Tehát ne lógó óral járjatok, ne csak folyton a porba lógjon az órotok, tekintsetek föl, ez a föl, hát fizikailag is érthető, meg hát ha az ember nem pont a láb néz, mindig csak kicsit hogy előre és távlatban is néz, de még inkább, hogyha a fölfele minőségleg jelent valamit, hogy ne a evilági dolgokhoz hozzáragadt tekintettel éljünk ebben a világban, hanem kicsit emelkedett ebben, de még inkább, hogyha arra gondolunk, ami az igazi fölfelét jelenti mindannyiunk számára, tekintsünk föl az Istenre, az Isten arcára. Tekintsetek föl és emeljétek föl a fejeteket, és hogy miért? Elérkezett megváltástok. Mondja ezt, nem valamelyik apostol éppen, hanem Jézus mondja, a tanítványainak, a hallgatóinak. Pont akkor mondja, amikor nagyon is szükség van erre a biztatásra, hiszen olyasmikről beszélt előzőleg, amelyek nem annyira derűs megvilágításban rajzolták le a, azokat az eseményeket, amelyeket egy előre az ő második elővetével kapcsolatosan megjövendől és elmond, jelek lesznek a napban, a holban, a csillagokban, világ mindenség összetartó megrendülnek, tehát itt a világ vége. És el azt mondja Jézus, hogy de ti, ne lógassátok az uratokat, itt a világ vége, minden összedőlt, mindenek vége, tekintsetek föl, és emeljétek föl a fejeteket, mert elérkezett a megváltást. Tehát ott, akkor, akkor a legnehezebben, amikor minden összedőlt, akkor is tudnod kell, hogy akkor itt van velünk az Isten. Jézusnak nagyon fontos volt ez, hogy megerősítse bennünk ennek a hitét, hogy mindig minden körülmények között velünk az Isten. Jézus ő, sose alkalmazta önmagára azt a nevet, amit az izaiási jövendőlés szerint az eljövendő messiásról, megváltóról, választott nép fiai ismertek, hogy ő lesz az, akiben Immanuel él, velünk az Isten. Az angyal is valami ilyesmit jövendől meg, amikor a köszöntését elmondja, hogy Immanuel lesz, velünk az Isten. De Jézusnak az egész küldetése, egész migehirdetése, a csodái jelenléte a világban pontosan ezt az üzenetet testesíti meg, és erre figyelmeztet mindenket, hogy velünk az Isten, vagyis akkor elérkezett hozzánk az Isten országa, elérkezett ő vele, ő benne hozzánk az Isten maga személyesen, és ezért tekintsetek föl, nem csak úgy a nagy vakvilágba, a űrbe, tekintsetek föl az Istenre, mert itt van közöttetek. A választott nép történetének nagyon izgalmas időszaka volt a pusztai vándorlás, Egyiptomból való szabadulás utáni időszak, az egyetlen megerősítő, bátorító ö, tény számukra mindig az Isten jelenléte volt. Tüzes lángoszlop, a, a, felhő oszlop, ami vezette őket, jelez, hogy velünk az Isten. Ennek aztán az állandósulása lett számukra a szentély, a szent sátor, a, aztán a templom, ezért jelentett számukra döbbenetes ö, ö, megaláztatást és, és elbízomontanodást az, amikor a templomot lerombolták, és elhúzották őket Babilonba, és ezért jelentett számukra örömünnepet, amikor fölépíthették ezt a templomot, hogy velünk az Isten. Hát Jézusban ez az örömhír ér minket el, hogy legnagyobb örömeinkben, legnagyobb bánatainkban, nehézségeinkben, Bármikor emeljük fel a tekintetünket, és mindig erre gondoljunk. Így tekintsünk aztán vissza az saját életünkre, ebből a magasságból, velünk az Isten. Az Isten jelenlétéből értelmezzük a velünk történt eseményeket, és akkor kezdünk rásejteni arra, hogy mik a mi örömeink. A mai reggelen is, akkor fölteszem a kérdést mindannyiunknak, kedves nézőinknek és önmagamnak is, hogy milyen örömeim voltak. De Placid tanultuk, hogy a túlélésnek egyik nagyon fontos uh, technikai feladata, hogy ne panaszkodjunk, hanem minden napjainkban keressük meg a legkisebb apró örömöket is, a legnagyobbakat is, és azokat örventezzük meg, tehát nevezzük nevén, örüljünk neki, és adjunk érte hálát az Úristennek, mert ez emeli föl az embert, ez erősíti meg az embert. Tehát mik az én mai örömeim? Pár pillanat csemben mindenki ott a képernyők mögött válaszolt erre a kérdés, hogy itt vagyunk most már tíz óra elmúlt, mai napból néhány óra eltelt, az ébrenlétünkből, és mi történt velünk, amire azt mondhatnánk, hogy hát ez ma öröm volt és akkor általában túl is biztos adódik mindenkinek valami apró cseprők és dolog. Van nekem az az öröm, hogy fel tudtam kelni, például nagyon fájt a derekam, le tudtam hajolni, be tudtam fűzni a cipőmet, még milyen nagyon jó. Most tréfásnak mondok, van, aki örült a fogmosásnak, hogy van még, amit megmossak. <laughs> Ugye ez is lehet egy öröm. Nekem a mai örömöm megint a reggeli szentmiséhez kötődik. Épp a közben érintett meg ennek a gondolata, hogy minden személyisében alapvető hangulatunkat megteremti ez a fölszólítás, hogy emeljük fel a szívünket, és fölemeltük az úrhoz, hogy egy fájdalmas esemény zajlik most a háttérben, baráti ismereti körünkben valaki, egy nagyon kedves barátunk, sokat szenved súlyos vagy daganatos műtéte után, utolsó időszakában küzdik az élettel, a halállal, a küszöbben áll. És az ő jelenléte a szentmisében is vele volt, együtt, őt tettem oda az oltára is. És akkor most egészen másképp hangzott el ez a mondat, hogy emeljük fel a szívünket. Hogy igen, tulajdonképpen szomorú vagyok, mert hát az ember lelke én nagyon szerette volna, hogyha a barátja túléli ezt a tragédiát, túléli ezt a műtétet meggyógyul egészen, és, és, úgy tűnik, hogy az Úristennek más az elképzelése. Isten megtehetné persze, hogy, hogy meggyógyít valakit, az orvosi tudomány ellenére is akár, de most másképp tervezi. És ebben a mondom, hogy emeljük fel a szívünket, hangzott számomra ez üzenet, hogy ne lógass az óradat. Jó helyen van ez így, Isten kezében van a mi testvérünk, tekintsünk fel az Úristenre, és bízzuk ő rá. Hát én köszönöm az Úrnak ezt a segítséget a mai napba és Nagyon örülök neki, hogy megint fölemelte az én szívemet, és kívánom a testvéreknek is, hogy ilyen gondolatokkal indítsuk a mai napunkat. És akkor ott forduljak ma ezekkel a gondolatokkal mindjárt a mai vendégünkhöz. Szeretettel köszöntöm Simándi Ágnest, aki nem ül itt a széken, és van mentség, hogy miért nem ül itt a széken. Éppen tegnap, október másodikán volt két éve annak, hogy ő nem csak hogy fölemelte a szívét, hanem egész önmagával is föllépett abba az létrendbe, abba a világba, ahol az örök öröm uralkodik az Isten országában. Simándi Ágnes, köszöntöm szeretettel itt körünkben, aki hogy is került bele ebbe a műsorba. Mindjárt mutatom a kedves testvérnek az emlékeztetőt. A Vigilia folyaratnak az 1984-12-es száma. Idézgettem már többször. Egy inspiratív találkozás volt számomra ez, amikor a műsoraikat elkezdtük. És ez a Vigilia szám az egésze jóformán, az Isten örömével foglalkozik, az örömmel, az öröm teológiája, és kérdések az örömből is. Itt egy, egy, szép csokor nevekből, akik akkor a megkérdezettek voltak, és közöttük találkoztam én Simándi Simán Simándi Ágnesnek a válaszával is. Erre a kérdésre, ami a vigília kérdése volt az örömről, sok-sok más egyéb között. Tervezgettem a vele való beszélgetést, mivel a műsor sokkal később indult, mint ahogy ő már az örök örömök világába távozott, hát így maradt számunk ez a fajta beszélgetés, de az ő egész élő személyisége annyira közeli, és annyi valóságos, hogy szinte itt érzem, mint itt ülne közöttünk, hogyha valaki esetleg Simándi Ágnes nevét beírja, az interneten és Youtube-on talál vele való beszélgetéseket, több ö, esetben is látni fogja, hogy mennyire igaz, amit én mondok, hogy mennyire eleven, mennyire élettel teli az ő egész személyisége. Pár szót azért, hogy előjáróba, ö, mielőtt a, a konkrét beszélgetésünket elkezdenénk, csak úgy őról az ő életéről, a bevezetéshez nagyon szorosan kapcsolódik, az ő élete példája. Ugye Jézus a legmegrázóbb pillanatban, a világvége eseményeinek megjelenése, akkor azt mondja, emeljétek fel a fejeteket, a legnagyobb baj közepette, velünk van az Isten. Hát Ágnesnek, ha szabad így mondanom, ugyan személyesen sosem kerültünk abban a helyzetben, hogy közöttünk baráti kapcsolat vagy tegeződés alakuljon ki, de hát akik már az Istennel együtt vannak, és a mi jó testvéreink, azokkal tegeződve szoktunk beszélgetni a szentekkel, szüzanyával, úgy, mint a Jóstennel is. Hát most én Ágnessel is tegeződve fogok beszélgetni. Kedves Ágnes, enged meg, hogy akkor a te a saját vallomásodat idézem, és Ágnes honlapján egyébként megtalálható ez most is, működik az ő honlapja. Életrajzi vallomás röviden a saját életéről és azt mondja, 1954-ben születtem Budapesten, Mészáros Iboja Margit néven. Ez a mondat úgy e, szívébe hasít az embernek, tehát Simándi Ágnesel beszélgetünk itt, és úgy kezdi, hogy 1954-ben születtem Mészáros Iboja Margit néven. Tudnélik, Ágnes nyolc hónapos korában került el édesanyjától, aki kénytelen volt örökbe őt, erről többet ő sem, igen, nem, nem is fontos erről beszélnünk. Így került ő örökbefogadó szülőkhöz, és ebben elindult egy nagyon-nagyon összetett gondokkal, szenvedésekkel, problémákkal tarkított életút, Önmagában lehetne, ez itt egy akár happy-ennek a kezdete is. Egy kisgyerek, akit az édesanyja nem tud vállalni, nem tud felnevelni, végre családba kerül, nevelőszülőköz, pontosabban örökbefogadó szülőkhöz, ekkor lesz a neve Simándi Ágnes. De nem áll meg itt a történet, 54-ben született, 56-ban, tehát alig két évesen, az akkor nagyon ö, sűrűn megjelenő. És gyermekparlézis betegsége éri előtt, és gyermekbénulást szenvedett. <laughs> Deréktől lefele megbénult, és hát így élt el az életét, Általános iskoláit és mozgás javít, iskolába, neve otthonban végezte, aztán a Móri Zsigmond gimnáziumban 73-ban. Ahogy ő mondja, 18 éves koromig foglalkoztatott, hogy képzővész leszek, de a, ennek az ábránnak a nevelő apám szigorra vetett véget, tehát valószínűleg úgy gondolta az ő apukája, hogy abból nem igen lehet megélni, valaki képzőművész lesz. Ő nyomdásznak tanult, ez egy bőcsületes mesterség, és abból valószínűleg meg lehet élni, de közben már elkezdett verseket irogatni. 1976-ban aztán változott nagyot az élete, kikerült ebből a családból, családból, amiről elmeséli Ágnes több helyütt is a vele való beszélgetések során, hogy a szülei, tehát az örökbefogódó szülei kapcsolata megromlott, elváltak, sőt, mikor az őt felnevelő édesapja vagy apukája magával vitte a következő kapcsolatában, az sem sikerült. Még három vállás után történt ez, hogy 76-ban aztán ő már felnőtt lévén férhez ment, 77-ben megszületett az első gyermeke, majd 78-ban a második volt, egy fia, meg egy lánya, László és Zsóka, és ugye az évben beiratkozott teológiát tanulni a katolikus Hittudomány Akadémia civil teológiai tagozatára, Ekkor kezdtek megjelenni írásai rendszeresen, új emberben, vigiliában, kortásban, jelenkorban, mert hogy ő elkezdett verseket írni, és más egyéb dolgokat is. 1987 megint egy nagy változás az életében, tehát ugye már az, hogy édesanyja battak kezdődött így, aztán a gyermekbínulás, aztán a szüleinek a válása, aztán de a házasságkötés. 87-ben pedig a család politikai és egzisztenciás okok miatt, kivándorlásra kényszerült, Torontóba került, és ott élt azóta, egész mondjuk így élete végéig. Ott lett aztán az Ottani Magyar Írók Szövetségének az elnöke. 1991-ben ott szerezte meg a teológiai diplomáját, végül is kitartott ott anyanyelvi írás mellett, sok-sok munkája, sok-sok tevékenysége fűződik ehhez ottani Magyar Rádióban, különfajta folyiratokban dolgozott. És van még, még, két izgalmas dolog az életéből, amit ő is így vázol e, fel, hogy a képzőművészet mégiscsak visszatért az életében, elkezdett ikonfestészettel foglalkozni, nem is kisméretben akár, ott kint van egy egy körökkatolikus templom, amelynek az egész ikonosztázát ő alkotta meg, különfajta ikonokból. És közben egész sajátos módon, szinte 50 éves korában, 2004-ben egy régi-régi gyerekkori vágya és álma valósulhatott meg, elkezdett zenét tanulni, még nem akár milyen hangszere, nem furjáházni, vagy éppen zongorázni, hanem elkezdett hegedülni, sok éven keresztül tanulta és a Royal ban ott Tonontóba, és neki ez nagy élményt jelentett, hogy ilyen közel kevett a zenéhez, hogy a kezében a rezeg az a szerszám, amelyből felbukkannak a hangok. És mint említettem, nem olyan rég, 2015. október másodikán hunyt el itt Budapesten. Hát ennyit röviden az életrajzi volomásokból, hogyha mesélhetne Ágnes az életéről, akkor ő ilyen nagyon röviden foglalta össze önmag életét. És akkor most hat érek vissza ahhoz a, ahhoz a apropóhoz, amivel kezdtük a Vigilia cikkével. A vigília kérdései az örömről szóltak, és erre írta meg mindenki a maga stílusában, gondolt világában a válaszát. És most itt van előttem az a, hát mondjuk röviden két oldalnyi válasz, amit Ágnes küldött be. Akkor, ha jól emlékszem, kedves Ágnes, te 30 éves voltál, ugye 54-ben születtél, akkor 84-ben 30 éves voltál. Jézus 30 éves korában lép a nyilvánosság elé. Tudjuk, hogy már ezt megelőzően 17-18 éves korokban jelentek meg versek, írások. Ez az írás, amit itt az örömmel kapcsolatosan az akkori főszerkesztő Lukács László atya kérdésére válaszként bekültél, azonban ez mennyi nagyon kiforrott, felnőtt ember, Teológialig is, hibbeleg is, nagyon járatos, mély ember válaszát tükrözi. Engedd meg, hogy ennek a válaszadásnak a fonalát követve Beszélgessünk ebben a mai műsorban arról, hogy te hogy is gondolod. Mi az az öröm, sőt, hát maga a cím, amit a válaszodnál adtál, az már nagyon beszédes. Simán Dágnes azt válaszolta az írásában, az írásnak ezt a címet adta pontosabban a teljes öröm. Tehát nem úgy általában az örömről, hanem a teljes örömről próbált ő valami néhány gondolatot összefoglalva elmondani. Ugye itt meg szoktam próbálni, fölvázolni a beszélgető társaknak, hogy mi mindenről beszélgethetnénk az örömeink, örömhíreink kapcsán, úgy általában az örömről, hogy hogyan szerezhető meg az öröm, hogyan születik meg bennünk, hogyan ér el minket az öröm, miből fakad az öröm, hogyan lehet befogadni, elfogadni, hogyan veszíthetjük el az örömöt, tehetünk-e érte valamit, hogyan őrizhetjük meg, mi rontja el az örömeinket, hogyan kapcsolódik össze, mi a viszonya az örömnek a boldogsággal, a nyolc boldogsággal, jókedvel, vidámsággal, az élvezetekkel, a szenvedéssel, a kereszténységgel, és egyáltalán az örömnek mi a távlata, van-e kitejesedése, van-e örök öröm, és ehhez hasonló gondolatok, sok minden fűződik ehhez. Te annak idején nem kaptál ilyen részletes vázlatot, hogy miről is kéne írni. Néhány kérdés hangzott el, és ez így letett meg téged a válaszodban. Lukás László, hogyha fogalmazta meg ezeket a kérdéseket, vele is volt itt a televízióban beszélgetésünk. Ennek az örömhíreink sorozatnak az első adásában épp ezért ő volt a vendégünk ő indította útjára, mondhatunk így ezt a műsort, ezzel a több mint 30 évvel ezelőtti vigília számmal, és akkor abban a beszélgetésben a itt a gondolatot, kedves nézőink bizonyára, ha emlékeznek akkor tudják, hogy ezt mondta Lukács László atya, sok minden mellett, csak most kiemelek egy mondatot, a kacagás rólam szól, a, a mosolyom a másiké. A Mennyországban biztos mosolygunk majd. Tehát nagyon érdekes volt ez a megfogalmazás, hogy a kacagás az rólam szól, nekem van most éppen szerencsém, jó kedvem, jó sikerül, jó élményeim voltak, és hát jó viccet hallottam, mit tudom én, tehát kacagok, vidám vagyok, ez többnyire rólam szól az én érzéseimről, nekem is szól elsősorban. A mosolyom az a másik, a másikra mosolyogok, csak úgy magamban nem mosolyogok, hanem valakire mosolyogok, és Ágnes, amikor néztelek téged különfajta videó felvételeken, akkor a szemed az, az ajka, hogy körül mindig ott játszott, ott vibrálott ez a nagyon kedves bájos mosoly, ez a belső derű. Pedig a verseid többsége nem okvetlenül az örömről szól, nem is olyan gondolatok körül, amihez nagyon kapcsolódna az öröm, és mégis mindenen keresztül átsüt valami, az egész lényedem. Miközben tudom, hogy nem is állt meg ott a történet a te szenvedéseddel és betegségeddel, hogy gyermekparalizisből két járógéppel, meg vankóval megtanultál járni, hanem tovább súlyos volt ez a betegség, végül is tolókocsiba kényszerültél, és így e, még nehezebb körülmények között e, hívott téged és az Úristen, hogy tekints föl és emelt fel a fejedet, és te hallgattál erre, és úgy tűnik, hogy e, e, ezt az örömöt próbáltad megfogalmazni abban az írásban is, amelynek azt a címet adtad, hogy a teljes öröm. Mire gondoltál akkor, amikor ezt mondtad, hogy teljes öröm? Tehát sokfajta öröm lehet ezek szerint. Úgy gondolod, hogy van nem teljes öröm, van nagyon múlékony és törékeny öröm. Igen, hogyha idézhetem a soraidat, és akkor most helyetted én mondom a kedves nézőinknek. Azt írta Ágnes ebben az írásában, megfigyelhetjük, hogy a különböző kultúrák hagyományában az emberiség mindig megpróbálta valamilyen formában kifejezni létezésének örömét és mulandóságát. Ez a két fogalom az emberlét lét keretein belül egymástól elválaszthatatlan. Tehát Ágnes azt mondja, és ezt tanítja nekünk az életével is, verseivel is, a csodálatosan ragyogó ikonjaival is, de ezekkel a megfogalmazásokkal is, hogy a létezés az öröm. Tehát az, az maga az öröm forrása, hogy, hogy létezem, hogy vagyok. Úgy kezdődik a létezés, hogy az örök lét, az Isten maga odaadja önmagát a nem létnek, a semmi helyet legyen valami. Tehát mi csak birtokoljuk azt a létezést, egy picit, egy átmenetileg, ami az Istennek a lényege. Ez a létezés öröme, az Istenben való részesedés öröme is. Tehát ez az egyik fontos alapélménye az embernek, a létezés öröme, és ehhez kapcsolódik mindjárt a másik, a mulandóság élménye. Így fogalmazza tovább Ágnes, amikor az ember örül, átlépi korlátait. Mennyitja a szívét másoknak. Ám tudjuk, ez valójában mennyire csak percekre szorítkozó élmény. Tehát örömünk törékeny és tűnékeny. Lukás László atya gondolata köszön nekem vissza ebben a mondatban. Tehát amikor az ember ő lesz, mondod Ágnes, átlépi a korlátait. Tehát az öröm kiemel engem önmagamból. Nem szorulok bele önmagamba, tehát az a fajta öröm, amiről te beszélsz, az pont nem a saját magam körül való toporgás jelenti, hanem így mondod, hogy ez a fajta öröm, ami átlép az ember korlátait, megnyitja az ember szívét a másik felé, a mások felé, ahogy a Lukás László atya mondja, hogy a kacagás az rólam szól, de a mosolyom az a másiké. Tehát a másikra a mosolyogok, bár ez emberi cselekedet, emberi öröm, is, mint ilyen, ahogy az egész ember léte is, mulandó, törékeny, hát az örömünk és törékeny és tűnékeny. Az emberi örvendezés mulékony és tűnékeny. Tehát akkor mindjárt egy fontos tanítást hallottunk, hogy te úgy gondolod, hogy az, amit az ember maga megél és megtalál így a mindennapjaiban, azok a törékeny, mulandó örömök. És akkor idézel egy bencés atyát, Bocsánat, hogy most pillanatra megakasztlak itt, és kitérek a kedves néződnek, hogy pár szóval em, ismertesem, hogy ez a Hoisling, Angelus Hoisling, Bencés atya, aki a Máriarchia Monostorban élt és halt meg, nagy liturgikus, aki Magyarországon is járt már a 60-as, 70-es évek tájékán, még abszolút inkunitóban, csendben meglátogatta a panó, ami Bencés testvéreket, vállalva vannak minden veszélyét és egyebeket. Ő, aki a, a, az Istenből öldvenezés csúcsaként a liturgiát tanítja és éli meg, írja a következést, kövekezőket. És ezt idézed ebben a, az írásban, 30 évesen, elgondolkodtam ezen is, hogy hogy is kerültél te kapcsolatba Hoisling Bence és írásával, amiről alig tudunk Magyarországon bármit, és te mégis ismered, nem akármit jelent ez számunkra. Tehát azt írja a hogy a létezés lényegében jó. Tehát ugye evelek ezt Ágnes is, a létezésnek van egy öröme. Tehát hogy a létezés lényegében jó, azt újra meg újra bizonyítani kell. Tehát, hogy a létezés lényegében jó, ezt újra meg újra bizonyítani kell, mert a lét új meg új szakaszába lépünk át, és új veszélyekkel szemben kifejezésekkel juttatni az együtt létezők szolidaritását. Tehát miközben az ember megéli a létezésének az örömét, megéli annak a töredékességét, mulandóságát, törékenységét, tűnékenységét, olyan szép ez a kifejezés, köszönjük Ágnes, hogy ezt így fogalmaztad meg. Ezért szüksége van arra, hogy a legveszélyesebb pillanatokban megerősítés kapjon a többiektől. Hoisling mutat rá arra is, hogy az öröm emberi kifejezése, ennek a csúcsa az ünneplés. Ami időpontos kötöttségében hordozza mulandóság élményének tartalmát. Tehát az örömnek, az emberi örvendezésnek a csúcsa az ünneplés. Tehát most éppen mit tettem, hogy tegnap, október másodikán volt két év annak, hogy Ágnes az örök életbe távozott. Az Anya Szent Egyház ezt megünnepeli. Halottat napján, Minden szentek ünnepén mindenkire gondolunk, azokra is, akik nincsenek név szerint szent Avatar, tehát talán Ágnest is ezek közé sorolhatjuk majd. De egyébként a liturgiában, ha nézzük a kalendáriumot, minden napra jóformán jut az egyházban valamilyen szentnek az ünnepe, az emléknapja. A halála napját megörvendezi az egyház. Tehát az öröm emberi kifejezése az ünneplés. Amikor megünnepelünk valakit, örülünk neked, megköszöntünk téged. Neved napján, születésed napján, ha valaki tudja, esetleg ázasságé az megköszöntünk téged, titeket is. Együtt örvendezünk. Na ez az, amire utal ez a Häusling is, hogy az embernek szüksége van az együtt létezők szolidaritására, hogy mások az örömükkel megerősítenek engem az én örömömben. Nem tudom, Mágnes, hogy vagy vele, hogy voltál vele az életedben is. Sokszor úgy vagyok, hogy el is felelkezem esetleg az évfordulomról, és valaki felhív, küld egy SMS-t, megköszönt és akkor kapcsolok, hogy ha van nekem is mit megköszönni, mert hiszen ez mindig egy figyelmeztetés, hogy emeljen fel a szívemet, és adjak az Úristennek hálát az apró Ne felejtsük el egymást megköszönteni, megerősíteni az együttérzők, az együtt létezők szolidaritásával. Azt az is igen érdekes dolog, hogy azt állítja Ágnes, az antropológusok is úgy találják, hogy az örömből fakadó ünneplés alapvető emberi tevékenység, mert az emberek szüksége van az időbeliségbe való kilépésre. Tehát az ünneplés az időbe való kilépéshez segít hozzá. Emeljük föl a fejünket, ne ragadjunk bele a porba. Jó, hogy is mondta Jézus, bár a világ összomlik. Te most ne a saját szenvedésedbe fájdalmaidba, süllyegyébe, emel föl a fejdet, elérkezett a megváltások, kicsit fölé kell emelkedni az egésznek, az időbeliségből kilépésre szólít föl bennünket. Felolvasom most akkor Ágnes megfogalmazásában ezt a bekezdést. Az antropológusok is így találják, az örömből fakadó ünneplés alapvető emberi tevékenység, mert az embernek szüksége van az időbeliségből való kilépése még akkor is, ha ez csak látszólagosan sikerül emberségünk lényegéhez tartozik szorongásaink, létbizonytalanságunk leküzdésének igénye. Minden nap ad meg nekünk ma. Tehát azt hiszem, hogy amikor a mi atyánkot tanította az Úr Jézus, nem egy, nem egy imát, egy ima formulát akar törökségbe hagyni csupán a tanítványainak, hanem egy mentalitást, egy hozzáállást, egy lelkületet, és amikor erre tanít bennünket, hogy mindennapi kenyerünket ad meg nekünk, mert tehát mind azt, ami a mindennapi életünk, az nekünk úgy fontos, mint egy falat kenyer. Mire van az emberek minden nap leginkább szükség? Hát ugye levegőre, hogy fölébred, vízre, kenyérre. Ez a három van, akkor nagyjából már a testéletünk úgy tűnik. Na de hát nem csak testéletünk van. Tehát az embernek mindennapi találkozásokra, mindennapi ölelésre, mindennapi érintésre szüksége van a szeretett nyelvén mindennapi kommunikációra szüksége van, tehát nyugodtan mondta, hogy a mindennapi örömeinkre szükségünk van. Való olvastam valamilyen ilyen tréning, autograin tréning, vagy nem tudom, ilyen leírásban, hogy az embernek szüksége van minden jó ízűt nevetni. Tehát ö, egy jó ízű kacagás, amennyire fontos, hogy az ember ne szégyelje a könnyeit és a megrendülését, hogy legyen szívem talált ember, aki, akit az események meg tudnak érinteni, el tud gyászolni dolgokat. Ugyanilyen fontos, hogy mindig tudjon örvendezni. A mindennapi lelki egészségünk, hogy ez hozzá tartozik. Tehát a szorongásaink, a leküzdésének egyetlen reális módja az öröm. Nos, eddig az ember igyekezett. És akkor azt mondjuk, hogy valaki elmegy egy pszichológushoz, autogéntréninget végez, rengeteg ilyen terápia, sok minden létezik ma már a világon, tréningek, meg egyebek, amelyek azt próbálják az emberek megtanítani, hogy hogyan tudom én magamnak megalkotni azt az erőtelet, azt a légkört, a én a szorongásaimat feloldhatom, és megtalálom a minden napjában a létnek az örömét, a létezésnek az örömét, a jelennek az örömét. De nem áll meg itt Ágnes. És nagyon köszönjük, hogy Ebben az írásban ő a teljes öröm felé akar vezetni bennünket. Hogy értettette azt, Ágnes, amit itt leírtál, ha megkérdezhetlek, hogy a kereszténység megváltoztatta az öröm és az ünneplés tartalmát? Lényegileg megváltoztatta. Tehát a kereszténység előtt vagy a kereszténységen kívül más az értelme az örömnek és az ünneplésnek. Van öröm és ünneplés a kereszténységen kívül is hogy ne. Az emberrel egyidős az öröm és az örvendezés, az ünneplés. Mindenfajta alkalmat megtalált az ember mindig arra, hogy egyedül és másokkal közösségben örvendezen és ünnepeljen. Tehát az ember lényegével összekapcsolódó dolog, az, igen, ezt olvassuk, hogy az alapvető emberi tevékenység. De szerinted a kereszténység megváltoztatta az öröm és ünneplés tartalmát. abban lehet, hogy én másképp fogalmaztam volna egy picit, de értem, hogy mire gondolsz, de aztán te magad is pontosítod a dolgok, Tehát nem a kereszténység, ugye a kereszténység az egy megfoghatatlan valami. Tehát a kereszténység az egy elmondt fogalom, a keresztények, ez így nekem jobban tetszene, de a keresztények Krisztusi emberek, tehát a Krisztusiak, és akkor már itt kezdünk a célhoz közelíteni. Te magad is így fogalmazod meg a következő bekezdésben. Tehát hogy is történt? Mi, mi, mi is az a többlet, amit a amit az ünneplés és az öröm tartalmához hozzáadott a kereszténység, pontosabban a, a Krisztusi élet, pontosabban, és most olvasom, Jézus öröm hírt hozott. Ez egy nagyon súlyos, nagyon tartalmas, akár mondhatnánk, hogy hát triviális mondat, hát hiszen a keresztények között világos erről van szó, az evangéliumnak a neve is örömhír, de ez nagyon fontos, hogy ezt tudatosítsuk magunkban, hogy Jézus örömhírt hozott. Mert bevezetésben nem véletlenül idéztem, Ágnes akkor már biztos mosolyogtál, amikor Lukács evangéliummal kezdtem a mai beszélgető műsorunkat, hogy Jézus maga ezt mondja, akkor, amikor nagy baj van, amikor összedül az egész világ, amikor úgy gondolom, hogy a kicsi világom összedül, ö, édesanyám eldobott magától, vagy örökbadott, lebénultam, itt kell hagynom az országot, minden össze. És Jézus jön az örömhírrel. Jézus örömhírt hozott. Itt most emeljétek volna a fejeteket. Tekintsetek föl. Elékezett a megváltástok. Ágnes te azt mondod, hogy akkor, amikor veled mindez megtörtént, akkor, akkor is ott volt ez. Ez a Jézus üzenet, hogy emelt föl a fejedet, mert elérkezett a megváltás. <laughs> Milyen az örömhír? Mi az a jó hír? Milyen híre van Jézusnak, ami, ami az ember visszaigazolja, meg tudja erősíteni az örömében, hogy nem csak törékeny és múlékony, tűnékeny az a dolog, az az öröm. Azt mondja Jézus. Mm, bocsánat, Ágnes, Jézus örömét hozott, mégpedig azt, hogy többé már nincs szükség az ember erőlködésére, már öröm tekintetében. Isten az, aki Krisztusban minden kor emberéhez odafordul. A megtestesülés titka ez Isten, a lét teljessége odaadja önmagát, értünk és nekünk. Tehát ugye az örömhír, amit Jézus elhozott, ami, ami, Jézusban megjelent közöttünk, az ő megtestesülés át, hogy, hogy az a fajta öröm, ami a mi életformánk lehet, az nem az ember erőködésnek a gyümölcs, hogy, én magom, magam, a csiklomzom hogy nevesek, hogy vidám legyek. Nem úgy, hogy annak idején egy nagyon furcsa ugye zenemű, egy képzelt riport, egy amerikai popfesztiválról címmel megjelent sok-sok évtizeddel ezelőtt, is, akkor ugye hangzik benne ez a vissza visszatérő mondat, hogy ringasd el magad, ringasd el. Tehát nem, nem, nem nekem kell magamat vakarászni, hogy ör ör, 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 örüljek, vidám legyek már, no, hát ma sikerüljön, mert Nem. Nem az ember erőlködése a forrás ennek az örömnek. Isten az, Isten a forrás ennek az örömnek. Isten az, aki Krisztusban mindenkor emberéhez odafut, és elmondja neked, hogy itt vagyok neked, Krisztusban jelen vagyok neked. A lét teljessége az Isten, odaadja önmagát magát nekünk, és értünk. Ágnesnek is köszönöm, mint minden beszélgető társammal, előbb-utóbb eljutunk erre a pontra a beszélgetésben, hogy az életedben te is ott találkoztál leve az örömmel, amikor felfedezted, hogy Neked ott jelen van az életedben az Isten, vagy odaadta önmagát neked az Isten. Így mondod, amikor a hívő felismeri, hogy a megváltás nem csak úgy általában történt meg, hanem saját esendő személyére is vonatkozik, akkor jut el végső soron élete legfontosabb döntéséhez. Pillanat, hogy mi ez a döntés, megállunk éppen. Tehát ugye azt mondod, hogy te akkor akkor jutott a legfontosabb pillanathoz el, amikor személyesen fölismerted, hogy a megváltás nem úgy általában történt meg, csak úgy az emberiséget megváltotta Krisztus, úgy az emberiségnek elhozta az örömhírt, hanem te neked magadnak hoztál az örömhírt. És fölfedezted azt, hogy Jézus nem csak úgy általában a szabadító, hanem a te megváltód a te szabadítód is. Az egyik versetben, talán a Szeptember 8 című versetben találtam pár sort, így hangzik ez a pár sor, hogy a halál országának két kapuja van, az egyik belőlem nyílik, a másik Istenre kérdez. Tehát a halálnak, a, ország, a halál országának két kapuja van, mondjuk az örök életnek, én így értelmezem, mint halálországán. A két kapuja van, egyik belőlem nyílik, a másik Istenre kérdez. Tehát az, a, az öröm és a szenvedés, a mulandóság és a törékenység találkozási pontján én fölteszem, föltehetem, sőt, föl kell tennem az Istennek a kérdést, hogy mindez miért van így, és csak ő tud válaszolni a jelenléttel, odaadásával. Tehát a hívő felismerője, megváltás nem csak úgy általában történt meg, hanem saját esendő szemére is vonalkozik, akkor utána végső élete legfontosabb döntéséhez, hogy, és most mondom a folytatást, elfogadja Jézus Krisztusban a felkínált lehetőséget, azt a felkínált választ, vagy elutasítja, amit Jézusban válaszol az Isten nekünk. Mert Jézus Krisztus kereszt áldozata, nem csak az emberi történelem kihívása, hanem az egyéni lét egzisztenciális, tehát létélményű fordulópontja is. Amikor például a karácsonyi misztériumot az egyház ünnepli, igazából a kereszt botrányára mond igent. Ágnes, köszönöm neked ezt a gondolatot, és lehet, hogy karácsonykor vissza fogok térni erre a gondolatra a te segítségeddel, talán egy karácsonyi műsorban majd még beszélgethetünk is erről. Ugye a karácsony, hát az öröm Hát igen, az ajándékhoz és a szeretet, csilingelő karácsonyfa, dzsingubá, millió kis ajándék a karácsonyfalat, csomagbontogatás, bájgli, mennyből az angyal. Igen. Tehát csupa-csupa ilyen dolog, ami, ami az ember igyekezete az ember ünneplése. És te felfedezted azt, hogy a karácsony az már maga a kereszt. A karácsony maga a kereszt. A, így mondtad, a karácsonyi, amikor például a karácsonyi misztériumot az egyház ünnepli, a karácsony titkát, a kereszt botrányára mond igent. Már ott a karácsonyban, a jászó szegénységében. Így mondod, a keresztények liturikus ünneplését, a kereszt áldozatba és feltámadásba vetett hit választja el a profán ünnepléstől. Tehát akkor most kaptuk meg tőle a választ, hogy hogy is értettette az, kedves Ánus, hogy a kereszténység pontosabban Jézus az öröm hírével megváltoztatta az öröm és az ünneplés tartalmát. Hát ilyen értelme változtatta meg, hogy a keresztények ünneplését, a kereszt áldozatba és a feltámadásba vetett hit. Tehát, hogy hiszek a keresztáldozatban, és hiszek abban, hogy nem az a végső, nem a világ vége a végső, nem a minden összedőlése, nem az, hogy nem működik a lábam, megbénultam, hogy, nem, hogy eldobtak a szüleim. Nem, nem ez a végső. föltámadás. Tehát így mondja, <hums> a kereszténység liturgikus ünneplése, sőt a kereszt és a feltámadásba vetett hit választja a profán ünnepléstől. Mindig közösségi szolgált a liturgia, vállalása a jelennek, a múltnak és a jövőnek. Nagyon szépen mondod ezt a liturgiáról. Valószínűleg ezt szerintem a Hoisling atyától tanultad, a nagy liturgikus Bencéstől. Egyúttal Isten és ember találkozásának párbeszédének is helye ez az egyházi ünneplés, amikor az egyház a liturgikus cselekményekben megéli Isten való összetartozását, akkor léte biztonságát is ünnepeli. A liturgia az Istennek szóló ünneplés. A Szent Mise, a Zsolozsma, a liturgia az nem nekünk szól elsősorban. Az Istennek szóló ünneplés. Akkor, amikor valamilyen szentnek az ünnepe van, nem az ő vállát veregetjük meg, vagy most éppen Piótya vállát veregetjük, Szűzonya vállát veregetjük, most a nem tudom milyen éppen nemmi Kozma és Damián Vértona hogy milyen ügyesek voltatok, milyen szentül éltél. Az Úr Istent ünnepeljük, aki győzött az emberben. Minden szennek az ünnepe, az Isten ünneplése. Győzött. Hát ilyen csodálatosan ebben a törékeny emberben valami örököt tudott alkotni az Isten. Ebben az Ágnesben mi is ünnepeljük az Úr Istent, hogy Ágnesben valami csodálatos örököt tudott alkotni az Isten és akkor ünnepeljük ennek az örömnek a, a teljességét. Így mondott te továbbiakban, <coughs> ugye ez a kettőnek a szimbolikája, tehát a karácsony és a húsvét szimbolikája a középpontjában az evangélium fénye áll, amiről Jézus oly sokat beszél a világ világosságáról. Így mondod, az adventi várakozás, homályát a reménység fénye világítja meg, a húsvét vigiliának sötétségét pedig a győzedelmes Isten fénye oszlatja szét, tehát nem örömünk fénye ez is, örömünk fénye az is. És ezért mondod, hogy a keresztény ókor nem véletlenül használt egy csodálatos szimbolikát. A kereszteléskor fénygyúlad, a húsvéti gyertya is nagy nagyszombaton ugye erre emlékeztet, keresztelésünkkor égő hogy gyújtunk, és ez a fény, mind a karácsony fénye, mind a husvét fénye egy gyertyában, karácsonyfán gyertyák égnek. Jaj, nagyon szeretném javasolni, hogy ne csak védlen égőket tessék a karácsonyfára tenni. Tudom, hogy veszélyes, tűzveszélyes, de az égő gyertya a karácsony mellett nagyon fontos dolog. Nos, azt mondja Ágnes, az őskeresztények nem véletlenül írták szívesen házuk falára, kereszt alakba a fény és az élet görög szavait. Fósz és Zoé. Kicsit megmutatom a kamerának ezt a két görög szót, tehát Fósz és Zoé. Az omegánban találkozik a két szó. Fósz a fény, a Zoé az élet. Krisztus számunkra fény és élet. Az ő tanítása világosság és örök élet. Én vagyok az út, az igazság és az élet és akkor megint eszembe jut egy vers idézet, amit Ágnestől tanultam. Van egy nagyon hosszú, hosszú, szép verse. Ágnes megengedett, nem olvasom ám én föl az egészet. Ö, kolerikus nyár, ez a címe a versnek, és azt mondod, hogy a nyár az nagyon kolerikus. <gül> <gül> Igen, most nem menjünk bele, hogy miért mondod ezt, és akkor csak pár mondatot idéznék. Mikor nyugovóra térsz, és a így mondod, hogy a tévét is nyugovóra küldted, ó igen, este mindig újra és újra megpróbálod felmelegíteni az egyetlen kapcsolatot, imádkozol, imádkozol, mert nincs más kiút. Nincs más kiút? Nincs más, ahol meg lehet találni azokat a pontokat, amik visszajogazolják az ember mindennapi szenvedését, örömét, csak az Isten jelenléte. És ennek a jelenlétnek a visszajogazolása megerősíti, hogy megszólítom a jelenlévő Istent. Ezt a te titkot, a te örömödnek. A sok fájdalmon keresztül is átsugált örömödnek a titka. Hogy mondod, mert neked csak egy utcád van, az emlékezés. És akkor így folytatott később a versben. Ez az egyetlen utca két oldala, kérdéseid válasza, a egy feletti végtelen csend derűs égboltja, vagy ahogy akarod, ez a Krisztus, a barátod, akin járni kell tanulnod. Ő mondta, út vagyok. Tehát Jézus az, aki fúsz és zoé, én vagyok az út, az igazság és az élet. <kül> és ebben a versben mondod még tovább, az élet vakok számára is hordoz fényt ez a fény ott, a műveidben, ez a fény Az ikonjaidban most ott a hátad mögött egy ikont látom, ugyan nem te festetted, szívesen mutatnám a te ikonjaidat is, hogyha majd egyszerre sor tudunk keríteni. Az a fény amely élet, az örök élet fénye. És amikor Jézus mondotta, -e, az utolsó Jeruzsámi éjszakán, ahol a karácsony és a kereszt találkozik, amint az utolsó vacsorán imádkozol, örömre szólította fel a tanítványa, hogy Jézus nem a világ örömére gondolt, hanem arra az örömre, amivel minden véges emberi öröm egyszerre teljessé válik. Ez Krisztus öröme, a kereszt titka által feltörő kegyelem kifogyhatatlan forrása, ahogy Jézus mondja, mindezt azért mondtam el nektek, hogy az én örömöm legyen ti bennetek, és örömötök ezzel teljes legyen. Nagyon köszönöm, mágnes hogy velünk voltál ebben a beszélgetésben, és külön köszönöm ezt a tanítást az örömről, arra az örömről, amely az Isten jelenlétéből a fakad, és ezért nem tűnékeny, nem múlékony, hanem teljes öröm. A teljesség öröme, az Isten teljességének az öröme, amelyet nem veszel tőlünk senki. Ezért bátorít Jézus, hogy emeljétek fel a fejeteket. Kerestem volna még itt egy, egy gondolatot, de ha elszaladtok, akkor visszaidézem még egyszer ezt a képet. Tehát ebből a keresztel induljunk el, amit Ágnes üzent nekünk. Fény és élet. Ez az a pont, ennek a kettős koordinátának a középpontjában találjuk meg azt a Krisztus örömet, amelyre Jézus Figyelmeztet bennünket, mikor azt mondja, mindez azért mondtam el nektek, hogy az én öröm legyen ti bennetek, és örömötök ezzel teljes legyen. Simánni Ágnesnek köszönjük, hogy felhívta figyelmünket a teljesség örömére, és ennek a teljességnek az örömét kívánom, kedves testvéreimnek. Dicsértessék a Jézus Krisztus!